Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Az ő következő lépése mit fog tenni irányodba? Ez egy jóslás, és ehhez jön a gyertya mágia. A mai napon a kék színű gyertyával dolgozom, amit beolajoztam, felszenteltem, tehát ez az energia már érezhető. Ez a kék színű gyertya utal a kommunikációra, hogy legyen egy találkozás, beszélgetés, meg legyen a lehetőség arra, hogy tisztázzatok egymással valamit. Amit ez a kék színű gyertya, és ez a gyertya mágia még jelent, ez a kapcsolat az égi hatalom és közted. Jelenti a belső hangodat, az intuíciódat. Tehát ebben is segít, és ez lehet egy spirituális terület. A videó végén átküldöm az energiát, persze ez már most is érezhető, és örülnék annak, ha leírnád azt a kommentárba, hogy hogyan hat ki rád, mit éreztél ennél az energiánál. Ez a jóslás most arra utal, hogy mit fog tenni, ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd ezt a jóslást. Mi a terve, mit fog tenni, az ő következő lépése. A díjam 4000 forint. Gyertya mágiával együtt, tehát ezzel az energiával együtt a díjam akkor 8000 forint. Ha szeretnéd ezt a jóslást, hogy mi a terve, és kéred hozzá az asztrológiát, ahol összehasonlítom a horoszkópotokat az indiai asztrológia szerint, akkor a díjam 10000 forint. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Ez a sebzett szív utal az ő jelenlegi helyzetére. Az lehet, hogy ő megsértődött. Vagy te bántottad meg őt, és most visszahúzódott, vagy van valaki a környezetében, aki megbántotta őt. Ez a kártya utalhat az emlékekre is, vagy a volt pár kapcsolatára, vagy a gyermekkorára. Itt megvannak a könnyek, a fájdalmas emlékek, és emiatt ő egy kicsit óvatos. A következő kártya mutatja azt, hogy ki hat rá, és hogyan hat rá a külső befolyás, az itt látható. Itt az érmékről van szó, tehát anyagiakról. Ez lehet egy kapcsolat, és itt a pénz nagyon dominál. Ez a kép utal a munkájára is. Az lehet, hogy van a munkahelyén ez a helyzet, hogy valaki kihat rá, valaki megbántotta őt, vagy nem érzi jól magát. De amit én érzek ennél a kirakásnál, hogy valaki vitatkozott vele, voltak viták, veszekedések, valaki megbántotta őt, hiszen ezt jelenti ez a kártya, és ő elfordul ettől a helyzettől, elfordul ettől a szemétől, és belefekteti az energiáját a munkába. A következő kártya azt fogja jelenteni, hogy mit fog tenni. Az ő következő lépése. Itt látható ez az uralkodó. Az jelentheti azt, hogy ő uralkodik majd a helyzet felett, uralkodik a gondolatai felett, uralkodik az érzelmei felett, kimutatja a bátorságát, közeledni fog. De ez a kártya utalhat arra is, hogy valaki uralkodik felette,
valaki parancsolgat neki, vagy a munkahelyén, vagy a környezetében, és most az energiáját a munkába fekteti, de védeni fogja magát, hiszen átteszi magát ezeken a dolgokon, uralkodni fog a helyzeten. És itt ez az angyal mutatja a tűz elemét, ki fogja mutatni a bátorságát. Védeni fogja magát. Megmondja a véleményét mindenkinek. Azon kívül itt a tűz eleme jelenti majd a szenvedélyeket is, és ez kihat a ti párkapcsolatotokra. A hármas számnak ugyanúgy, mint itt is van egy jelentősége, az jelenthet egy harmadik szemét, aki befolyásolja a dolgokat a háttérből, de azt is jelentheti, hogy ti közeledtek egymáshoz, meg lesz a kapcsolat, és együtt kerestek egy új irányt, egy új lehetőséget. Most megtekintjük azt, hogyan viszonyulj hozzá. Mit tegyél? Itt láthatóak a korlátozások, ez olyan, mint egy kerítés, amikor úgy érzed, elérkeztél ehhez a kerítéshez, de nem megy tovább. Vagy félsz attól, hogy megbánt téged, hiszen itt is láthatóak a sebzett emlékek, mert ez előfordult a múltban, hogy ő is megbántott téged, és nem tudod, hogy viszonyulj hozzá. Vannak félelmek, hiszen nem akarsz csalódásokat. Légy visszahúzódó, és maradj itt ebben az erőben. Ez jelenti a belső erődet is. Higgy magadban, higgy ebben a párkapcsolatban, de ne hagyd azt, hogy ő vagy mások megbántsanak téged. Hiszen akkor megjelenik itt újra ez a korlátozás. Légy kicsit türelmes, hiszen látható az, hogy ő uralkodni fog a helyzet felett, itt a tűz eleme jelenti azt, hogy ő majd aktív lesz, visszatér hozzád, rendezi a dolgokat, sőt az is lehet, hogy bocsánatot akar kérni tőled, hiszen neki szüksége van rád, te adod az élet erőt számára. De az, hogy te biztos légy a saját dolgaidban, várj, amíg ő nyilatkozik. Nem kell sokáig várni. Így egy-két héten belül rendeződnek majd a dolgok. És most átküldöm számodra a kártya mágiának az energiáját, hogy legyen kapcsolat, hogy tudjatok egymással beszélni, hogy kimutassa az érzelmeit, hiszen itt ez a kék színű gyertya jelenti a víz elemét is, együtt a tűz elemével, és ez utal a szenvedélyekre, utal az érzelmekre is. És ez a szertartás segít abban, hogy ő ezt kimondja neked. És ez ad erőt számodra. Csukd be a szemedet, helyezd magad kényelembe, és érezd ennek a kártya mágiának és a kártyáknak az energiáját. És én kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Denderrel.